Megvan a harmadik magyar aranyérem is, és egy nagyon fiatal páros szerezte K2 200 méteren. Gratulálok, lányok! Ági, téged mennyire lepett meg, hogy tudtatok ebben a igen erős mezőnyben nyerni? Hát az előfutam után reménykedtünk egy jó eredményben, most tényleg minden összejött, a rajt is, az utazó is, hát már amennyire van, de tényleg minden összejött, és nagyon örültünk. Hát ezt igen tudtuk csak meg, de így is nagyon jó volt. Réka, szerinted hol nyertétek meg? Mert nem vezettetek végig egyébként, hol nyertétek meg ezt a számot? Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert nem láttam semmit. Nagyon remélem, hogy azért az irgalmatlanunk megint jó volt, és ott azért tudtunk előrébb lépni, és szerintem hát akkor a végén. Én ahogy a kivetítőről láttam, de igazából teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy megnyertünk. Te mennyire sejtetted, amikor beértetek, hogy megvan? Fú, igazából egy kicsit éreztem, de nem mertem elhinni, úgyhogy csak reménykedtem, de tényleg, ahogy mondtuk, a második helynek is nagyon örültünk volna, de hát nyerni azért az más. Nagyon eredményes ez a páros, de nagyon fiatal is. Mit gondoltok, hogy mennyi van még bennetek így közösen? Hát mi már az EB után azt beszéltük, hogy jövőre is csináljuk az EB eredménytől függetlenül. Most nagyon kijött a lépés, szerintem mindenképpen gondolkozunk a következő évben. A magyar bajnokságon még megyünk egy 500 párost, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Köszönjük!